1998-ban turisztikai konferenciával és néhány kiállítóval indult útjára a mára országos hírűvé vált szolnoki utazás kiállítás. Az eseménynek kezdetektől így idén is az Abanováka Góra Kulturális Központ adott otthont. A jubileumi kiállítás ünnepélyes megnyitóján Szalai Ferenc köszöntötte az érdeklődőket. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően Szolnokon is megugrott a vendégéjszakák száma, fogalmazott a polgármester, hozzátéve még több turisztikai látnivalót terveznek a közeljövőben. A jövő is erről szól. Ha minden igaz, akkor 2019-2020 környékére egy nagy, gyönyörű termálfürdő épül lent a Tiszaligetben, ami szintén a vonzerőt kell, hogy növelje. Ami Szolnokon igen-igen érdekes és jellemző, ez a sportturizmus. A vízilabda és a kosárlabda a nemzetközi szereplésével nagyon-nagyon komoly mérkőzéseket hoz a városba. A kiállítás idei díszvendége Balatonfüred. A település 2013 óta Szolnok testvérvárosa. A füredi delegáció a híres romantikus reformkori fesztivál hangulatával és Balaton felvidéki borokkal érkezett a szolnoki kiállításra. Erre a kapcsolatban nagyon büszkék vagyunk, hiszen olyan értékek vannak szerintem Szolnokon és térségében, és a Balaton és térségében, amit nagyon fontos megmutatni az ott élőknek. Mi hiszünk a belföldi turizmus erejében, ezért nem konkurensek, hanem szerintem együttműködő partnerek vagyunk. Molnár Lajos Milán, a Kulturális Központ igazgatója a megnyitón jelentette be. A Turinform irodában mától kerékpárokat is kölcsönözhetnek azok, akik szeretnének végig tekerni Szolnok 50 kilométeres bicikliút hálózatán. A fanfárok helyett egy tapsal köszönjük talán ezt a kerékpárt. Egy családra 4 kerékpár van, 2 felnőtt és 2 gyermek, és kerékpáronként 500 forintért lehet bérelni a kerékpárokat. Szeretnénk kipróbálni, és szeretnénk fölmérni annak az igényét, hogy a városban lakók, vagy az ide kerék autóbusszal, vasúttal érkezők használnák-e ezt a lehetőséget. Idén több mint 50 kiállító mutatja be turisztikai kínálatát, hagyományait, látnivalóit. Belföldi hegyvidéki ajánlatok, balatoni és tiszatavi programok, gyógyüdülőhelyek kínálatából, valamint külföldi üdülési ajánlatok közül válogathatnak az érdeklődők. A ritkaságnak számító füzéri várba is foglalhattak hétvégét. Újjáépült a várnak egy része, a maradék rész az a közelkövetkező időben fog újjáépülni, tehát teljes rekonstrukciót fog megélni a vár. Aki nem akar messzire utazni, térségünkben is talál kikapcsolódási lehetőséget. Idén vagyunk 6 évesek, április 30-án ezt egy születésnapi rendezvénnyel ünnepeljük. Hármas komplexumról beszélhetünk, ugyanis van egy 3 csillag szuperiós gyógyszállodánk, amely közvetlenül összeköttetésben van egy fürdővel, egy gyógyfürdővel, gyógyvízzel rendelkezünk, és a szakmai hátteret pedig orvosi rendelések és a gyógyászat adja. A kiállítás egyúttal helyi termékek vására is. Minden hónapban járunk ide vasárnap a termelői piacra, vadszalámikkal, libatöpörtyűvel, mangalicatöpörtyűvel, mangalicaszalámival, kenyérrel jöttünk. Szombaton egész nap 6 méter magas darts futballal várják a futballrajongókat. A Hilt téren színpadi produkciók, élő mobiltelefonos játék, tájékozódási verseny, sárkányhajó bemutató, őstermelői és kézműves vásár várja az érdeklődőket.